Felfegyverkezve elkövetett garázdaság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a Püspökladányi rendőrkapitányság egy 36 éves helyi férfival szemben. Gázfegyverrel üdvözölte a haragosát egy püspökladányi férfi. A szomszédok döbbenten mesélték az esetet stábunknak. Sajnos elég szomorú. Azt se tudjuk, hogy ki csinálta, vagy miért csinálta. Nem tudom. Nem tudok semmit. Nagyon szomorú, hogy ilyet csinálnak. Bár ilyen van a világon. Nem elég, hogy külföldön, meg itt ott csinálják, meg most már itt is Magyarországon. Egy csúnya dolog. Aki csinálta, csúnya. Szégyelje magát, én csak ennyit tudok mondani. Egy nő szerint szerelemféltés áll a háttérben. Tudom, ment a haragosához, és mert elszerette a nőit például. Esetleg. Honnan tudjuk? Nem tudjuk, mert lehet, hogy még ő se tudja. Bosszúból csinálta szerintem. És mit csinált bosszúból? Hát a lövöldözés az nem megoldás. Azt hitte, hogy ezzel majd bosszút áll rajta, holott magának állt a legtöbbet, meg a lakosságnak szerintem. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a Püspökladányi rendőrkapitányság egy 36 éves helyi férfivel szemben. A férfi hétfőn este 9:30-kor elővette gáz- és riasztófegyverét, és azzal fenyegette a ház elé érkező haragosát, majd egyszer a levegőbe lőtt. Sérülés nem történt. A kiérkező járőrök a férfit a helyszínen elfogták, előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, a gázpisztolyt pedig lefoglalták.